Várhatóan augusztustól már működnek azok a migránstáborok Albániában, ahová Olaszországból szállítanak át majd illegális bevándorlókat. Az olasz és az albán miniszterelnök erről még tavaly állapodott meg. Az egyesség értelmében évente 36 ezer migráns szállítanak Olaszországból Albániába. A római kormány szerint már 15 Európai Uniós ország jelezte, hogy követné az olasz példát. Gőzerővel dolgoznak az Albánia északnyugati részén található Gjaderben. Egy volt laktanyát alakítanak át migráns táborrá. Valamivel messzebb, az Adriai-tenger partján fekvő Shengjin üdülőváros határában is nagy a készülődés. Itt is egy befogadó központ épül. Eredetileg idén tavasszal már el kellett volna, hogy készüljenek a táborok, de kivitelezési és eljárásügyi késlekedések miatt valószínűleg csak augusztusban nyílhatnak meg, ekkor érkezhetnek meg ide az első olyan migránsok, akik Olaszországot a földközi tengeren keresztül illegálisan érték el. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki szerdán Edi Rama albán miniszterelnökkel meglátogatta az épülő táborokat, azt mondta, ha nem szállítják át Albániába a migránsokat, akkor azokat az embereket Olaszországban kellene elhelyezni, ami nagyon sok pénzbe kerülne. Mint fogalmazott, az albániai táborok kialakításával a migráció kezelésének költségeit jelentősen le tudják csökkenteni. Giorgia Meloni szerint azzal, hogy a római kormány áttelepíti a migránsokat, sokakat elrettent majd attól, hogy illegálisan érkezzenek Olaszországba. A migráció kezelésének egy teljesen új formáját indítjuk el, és ezt a többi európai ország is követni fogja. Ez lehet az Európai Unió migrációs politikájának korszakváltó megoldása, fogalmazott az olasz miniszterelnök. Noha európai jogvédők az olasz-albán megállapodást keményen bírálták, arra hivatkozva, hogy ezzel Róma új Guantánamót hoz létre, Giorgia Meloni szerint eddig 15 uniós ország jelezte az Európai Bizottságnak, hogy csatlakoznának az olasz kezdeményezéshez, azaz maguk is alkalmaznák ezt az eljárást. Giorgia Meloni, olasz és Edi Rama albán miniszterelnök novemberben írta alá a következő 5 évre szóló megállapodást, amelynek értelmében az olasz kormány táborokat nyit Albániában. A terv szerint Albániában azonosítják majd a migránsokat, majd külön választják a valódi menekülteket és a kiutasítandó illegális bevándorlókat. 5 év alatt Róma 670 millió eurót fordít majd a táborok működtetésére, ami a migránsok olaszországi befogadási költségeinek mindössze 7,5%-a. Az egyesség értelmében évente 36 ezer migráns érkezne Albániába. Giorgia Meloni albániai látogatását egy kisebb incidens zavarta meg. Riccardo Maggi, az olasz több Európa párt képviselője ugyanis dulakodni kezdett a helyszínen a miniszterelnök védelmét ellátó szolgálat embereivel. Végül szóváltásba keveredett a kormányfővel és a migránsok jogai mellett érvelt. Giorgia Meloni annyit válaszolt, hogy európai normáknak megfelelően működnek majd a táborok.